A mai filmünk ugye 1965-ben készült, tehát 2 évvel a Csillagosok előtt, és 1966. januárjában mutatták be Budapesten. Egy kicsit melegetni fogom a szememet, de kérem, hogy emelje fel a kezét, aki most fogja először látni. Van-e itt ilyen? Van. 1, 2, 3 is, talán 4. Nagyon irigylem önöket. Őszintén nagyon irigylem önöket. Először fognak látni egy olyan filmet, amihez, amint látják, többen eljöttek úgy, hogy másodszor, harmadszor vagy ötödször is megnézzék. Ez a film radikálisan, elképesztő módon különbözik minden olyan magyar filmtől, vagy külföldi filmtől, amit akkoriban a mozikban lehetett látni. Egy betyár történet tulajdonképpen, ugye, és nagyon sok helyen elmondták a készítői, hogy egy kicsit vitatkozni akartak ezzel a filmmel, azokkal az akkoriban elkészülő Jókai megfilmesítésekkel, például ugye Várkonyi Zoltán ekkor kezdte el a Jókai film sorozatát, amelyek a magyar történelmet egy kicsit romantikusan, egy kicsit megszépítve, egy kicsit felstilizálva ábrázolták. Ez a film is tehát egy betyár történet, korabeli történeteken alapszik, tehát 19. századi novellán, de Móricz Zsigmondnak az egyik novellájából is beleemelnek motivumot. Ezeket mi nem leszük észre. Tehát a néző egy egységes történetet lát, amelyiknek talán az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy egy hihetetlen húzata van, egy hihetetlen logikája van, ahogy sodorja a történelem a filmnek a szereplőit, és sodorja a film magával a nézőt ebbe a történetbe, bele ebbe a történetbe. Tehát sokféle forrásból merítettek, és úgy tűnik, hogy egy nagyon egységes szerkezetbe tudták a filmet összehozni. Ezt a filmet sem engedte változatlan formában az akkori hatalomnak a cenzúrája. Azt szabták a bemutatás feltételéül, hogy a film elejére oda kell tenni egy tudományos ismeretterjesztő képsorozatot, ezt most is látni fogják, mert hiszen ez most már azóta hozzátartozik a filmhez, amelyik világosan elhelyezi, hogy ez a film mikor történik, kik a benne szereplők, már milyen fajta emberek, milyen szervezetnek a részesei, és így tovább. Vajon miért kellett ezt oda előszakolni hozzá? Kulturáltan van megcsinálva, hogy ezt is Jancsó és munkatársai csinálták meg, de muszáj volt nekik oda tenni. Miért volt rá szükség? Ezt én majd a film után meg fogom önöktől kérdezni. Most pedig jó szórakozást a filmhez.